királynapok keretében idén is benépesült a Városháztér, hiszen a fúvós zene barátai számára esztendők óta az egyik várva várt program a Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar koncertje, amely mindig különleges hangulatot hoz Székesfehérvár belvárosába. A mostani idei fesztiválunk az egy kicsit rendhagyó lesz, mégpedig olyan szempontból, hogy a hagyományokhoz, vagyis hát a hagyományoktól eltérően a zenekarok nem külön-külön játszanak, hanem egy koncertet terveztünk, méghozzá úgy, hogy a Martonvásári Fúvós Zenekar, a Várpalotai Fúvós Zenekar és a Fehérvári Fúvós Zenekar közös koncertje. Ez sajnos betegség miatt a martonvásáriak nem tudtak részt venni ezen, de a várpalotaiakkal közösen is vagyunk, vagy 70-en. Nos, a rajongóknak ezúttal sem kellett csalódniuk. A koncerten a legnépszerűbb rock és filmslágerek szólaltak meg, a legnevesebb szerzők komponálta művek, amelyek köszönhetően népszerűségüknek nagy sikert arattak. Külön szólunk a fiatalokhoz és a fiatal nem annyira fiatalokhoz. Elsősorban poprock, rock és filmzenék hallgatható, szép melódiákat fogunk ma játszani. Az izgalmas esten sok minden más dallammal együtt, Ray Charles örökérvényű zenéje mellett mindenki újra átélhette a Karib-tenger kalózainak történetét, illetve visszaemlékezhetett a volt egyszer egy vadnyugat, semmihez sem hasonlítható milliójére.